Jelenleg az informatika és a kamasztábor tart a VM4K-ban. A kamaszok az emberi kapcsolatokkal foglalkoznak, míg az informatika tábor résztvevői a mesterséges intelligenciával ismerkednek. Az idei tábor témája mesterséges intelligenciával készült képgenerálás. Nagyon összetett témának hangzik, felnőttek számára is érdekes lenne egy ilyen tábor. Meg szeretném velük ismertetni ezt a technológiát, hogy ne féljenek ettől a dologtól. Ez egy hamarosan egy mindennapi dolog lesz, hogy mesterséges intelligenciát használunk, vagy majd használnak ők a mindennapokban, akár az iskolában, akár a magánéletben. Egy hasznos tábornak gondolom, és én úgy érzem, hogy nagyon élvezik. Egy olyan képalkotási folyamat, amelyet egy sima Google képkeresési funkcióval nem lehetne elérni, azt a mesterséges intelligencia címszavak vagy keresőszavak vagy parancsszavak alapján ezt le tudja generálni, és nagyon érdekes természetfeletti vagy logikátlan képek is elkészülésre kerülnek a mesterséges intelligencia által. Az informatika táborban 8 és 14 év közötti gyermekek vesznek részt. Készítettünk képeket, és akkor lehetett programot csinálni, hogy milyen képet szeretnél csinálni, és hogy milyen legyen a háttér. Bírt csinálni ilyen animészet, ilyen élethű, ilyen játékbelit, és ilyen mesebelit is például. A jövő héten zajlik majd a nyári gyermektábor, amelyen a résztvevők idén az indiánok rejtelmes világával ismerkednek meg.